hatásméréssel lehet ezt a szindrómát egy picit csökkenteni. Piukovics Katalin a magas vérnyomás csökkentésének lehetőségeit is bemutatta az előadásában, az egészséges étellel, az egészséges életért elnevezésű program keretén belül tartott eseményen a gyulavári kastélyban. A dietetikus szakember ezen kívül a csontritkulásról is beszélt. Igazából a Magyarországon az emberek nagyon sok sót fogyasztanak, és emiatt rengeteg kész, félkész terméket használnak, és inkább a friss alapanyagokra helyeztük a hangsúlyt, hogy ezt hangsúlyoztuk, hogy minél többféle és fajtájú hazai terméket fogyasszanak, illetve a csontritkulásnál ugye, ami fontos volt, hogy a tej és tejterméket helyezzük előtérbe, illetve a belsőségek fogyasztását, mert ezt nem nagyon szokták az emberek propagálni, és mivel népbetegség most már ez a csontritkulás, sajnos most már a férfiak körébe is felzárkoztak a nőkhöz képest. Ambrus György olimpiai bajnok, Venez díjas mesterszakács disznótoros ételeket sorakoztatott fel újra gondolva. Orjaleves kevés sóval ízesítve, tészta nélkül, helyi zöldségekkel. Toroskáposzta ropogós, kevés zsiradékkal, repceolajon sütve, és egy vizenkelt tésztás sütemény házi szilvalekvárral volt a menüsor többek között. Én azt gondolom, hogy azért, mert valaminek megvan a magyar gasztronómiai hagyománya, azért nem biztos, hogy nem egészséges. Tehát ha azt mondjuk, hogy disznótoros ételeket eszünk, akkor egyben azt mondjuk, fú, hát az nem egészséges. Én gondolom, hogy egy új ételkészítési technológiával, olyan alapanyagokkal, olyan járulékos anyagokkal elkészített disznótoros is lehet egészséges, amit a mai napon itt a vendégeinkkel megkóstoltottunk. A Körösmaros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány szervezésében és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával létrejövő rendezvénysorozat negyedik, egyben utolsó eseménye az egészség megőrzésére hívta fel a figyelmet. Ennek a rendezvénysorozatnak a lényege, hogy egy figyelemfelkeltő akciósorozatot szervezzünk, amelyben bemutatjuk, hogy egészséges életmódot lehet elérni egészséges ételekkel, egészséges hozzávalókkal, szezonális növényekből, illetve tehát zöldségekből, gyümölcsökből készült ételek elkészítése, az eljárási mód az egészség jegyében zajlik. Ezzel a programmal lezárult a szeptember óta tartó rendezvénysorozat.